A Központi Választási Bizottság felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy július 15-ig van lehetőség a szavazás helyszínének ideiglenes megváltoztatására. A lakcímétől eltérő helyszínen szavazni szándékozó polgároknak fel kell keresni a tartózkodási helyük szerinti állami nyilvántartási központot, és be kell nyújtaniuk az ezzel kapcsolatos kérvényüket. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében a bizottság megkönnyítette az ideiglenes átjelentkezés folyamatát. A nyilvántartási központ adatai szerint eddig 26 ezer polgár élt az ideiglenes átjelentkezés lehetőségével. Nyáron előrehozott parlamenti választásokat tartanak Ukrajnában, és pont az előrehozottságuk az, ami meglátszik a kampány egészén. Ellenben a szakemberek szerint a mostani folyamatok okot adnak az optimizmusra. A politológusok szerint a képviselőket két évente le kellene váltani. Ehelyett most előrehozott választásaink lesznek, amelyek a régi választási kódex szerint történnek. Zárt pártlistákkal és többnyire destruktív jellegű egyéni választási körzetekkel. На цих виборах от сама мажоритарка є проблемою. Az egyéni választókörzetek problémát jelentenek a mostani választások során, hiszen a körzetek felosztása a 2012-es választások előtt, a régiók pártja idején az akkori hatalom jelöltjeire szabott módon lettek kialakítva. Ezért a választókörzetek felosztása erkölcsileg elavult, nyilatkozta Viktor Paschenko. Másrészt az egyéni választókörzetek lehetőséget adnak a képviselőjelölteknek arra, hogy a saját régiójuk problémáira koncentráljanak, jobban megismerjék a szavazóikat érintő kérdéseket. Ez viszont nem könnyű. Sokkal könnyebb és gyorsabb, ha megvásárolják a bejutáshoz szükséges szavazatokat. Az ilyen politikai verseny pedig oda is vezethet, hogy a parlamentbe a szükséges képviselők fognak bekerülni. A társadalomnak rendelkeznie kell egy saját állásponttal. Semmiképpen sem engedhetjük meg azt, hogy újra olyan emberek kerüljenek be a parlamentbe, akik ilyen piszkos módszereket alkalmaznak. A magam részéről sajnálom azokat az embereket, akik nehéz szociális helyzetben élnek, és azt is, hogy a gazdagok kihasználják ezeknek az embereknek a kiszolgáltatottságát. Természetesen mi mindent megteszünk azért, hogy az embereket ne tévesszék meg a szavazólapokon megjelenő névegyezések, és olyan választásokkal kapcsolatos anyagokat fogunk közzéadni, amelyekből nyilvánvalóvá válik, hogy ki kicsoda. Remélem az emberek értik, az, hogy az ország ilyen nehéz gazdasági és szociális helyzetbe került, annak a következménye, hogy ezeknek a piszkos módszereknek köszönhetően olyan emberek kerültek be a parlamentbe, akik nem méltóak rá, fogalmazott Brenzovics László.